akkor azt elosztom kettővel. Alkotókör indult az Alsópáhoki Alkotóházban. Két hetente szerda délutánonként gyűlhetnek össze, akik kézműveskedéssel töltenék a szabadidejüket. Működésének 5. évét kezdte meg idén az Alkotóház. Ebben az évben is megpróbálnak olyan programokat kínálni a térségben élőknek, melyekre rendszeresen vissza tudnak járni. Szívesen jönnek vissza az emberek, nagyon szeretnek közösségbe lenni, és egy kicsit már túlnőtt az alkotáson egy-egy foglalkozás. És ennek a mostani témának, a kézműveskedés, kreatívkodás témának a kapcsán szeretnénk többféle alapanyaggal megismertetni majd az érdeklődőket. Ugye nagy sikerrel zártuk a nemezelős kis körünket, és szeretnénk ezt majd kibővíteni. A nemezelés annyira népszerű volt, hogy most is ezzel várták az ide látogatókat. Teljesen kezdők is ismerkedtek ezzel az ősi technikával, de érkeztek olyanok is, akik már rutinos nemezelőnek számítanak. A hagyományos nemez készítése gyapjúból, jellemzően a bárányok gyapjából történik, de származhat más állati szőrből, például nyúlszőrből is. Megkülönböztetünk vizes, illetve száraz, úgynevezett tűnemezeléses technikákat is. A nemezelés egy ősi textilanyag tulajdonképpen, az őseink is gyakran használták már jótékony hatásai, hőtartása és nedvesség elvezető hatásai miatt. Igazából a nemezelés az a technika, amikor az állati szőrből gyúrás nedves közeg hatására gyúrási technikával egy tárgyat készítünk el. Ez lehet üreges tárgy, mint a mai üvegmelegítő, lehet ülőpárna, tényleg régen ugye posztókat, csizmákat készítettek belőle. Ennek az anyagnak rendkívül fontos szerepe volt és van az öltözködésben. Már a nomád népek is használták, hiszen tartós anyag és könnyen szállítható. Nemezből készítették a ruhákon kívül a sátrakat és a szőnyegeket is. Manapság is előszeretettel használják, készülhet belőle gyerekjáték, báb, játszószőnyeg, kalap, de akár ékszer is. Én Keszthelyről jövök, és nagyon szeretek ide járni nemezelni. A nemezelés egy szerelem lett. Pont a héten volt egy nagyon kellemes élményem, hogy egy étterembe bementünk, letettem a kis tasakomat magam mellé, és ez a kis lánc volt rajtam, és a pincérnő nagyon megdicsérte, hogy milyen szép egyedi holmi, és férjem büszkén mondta, hogy ezt én készítettem. Ha a mindennapi munka mellé keresünk pihentető elfoglaltságot, ha feltöltődnénk, megélnénk kreatív energiáinkat és az alkotás örömét, bátran csatlakozzunk az Alsópáhoki Alkotókörhöz.